amikor valaki modell, akkor ő teljesen kiszolgáltatja magát a kamerád előtt. Mert, mert azt csak te látod, hogy te mit látsz a kamera túloldalán, és, és én meg a saját oldalamon próbálok a lehető legjobb lenni, és kitalálni azt, amit te szeretnél rólam látni. És ezért tartsuk tiszteletbe azt, hogy én ott nem nőként, hanem modellként vagyok. A fotós sem férfiként, hanem fotósként van ott amikor a kamerája másik oldalán álltam, akkor azt mondta, hogy nézz úgy, mintha leszoknál. Ezt így. Halió, sziasztok, kedves podcast hallgatók, és immáron nézők is. Ez a Jancsó Fotosoli podcastjének második évada, a Szenvédünk a fotózás, amit most már nem csak hallgatni, hanem nézni is tudtok. Most a második évadban ez lesz a nagy újítás, hogy a Spotify, Apple Podcast és a többi platformokon is tudtok ezentúl, is hallgatni, itt a YouTube-on most már nézni és tudtok minket, és a második évad legelső részében most nem egy fotóst, hanem egy modellt látok vendégül. Nagy Lili van itt velünk. Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Nagy Lilivel már találkoztattatok, találkozhattatok, nehéz szó, már több videómban is, de aki esetleg nem ismerne téged egy pár, szóban be, pár szóban bemutatott, kérlek magadat. Nagy Lili vagyok, és immáron 7-8 éve modellkedek freelancerként, illetve főleg commercial, fotó, vagy modell vagyok. Uh, és hát most már szerintem ötödik éve talán, hogy ismerjük egymást és dolgozunk együtt, úgyhogy... 2017-ben volt egyébként az első, ide kattintva megnézhetitek ezt a videót, meg én is nagyon képű vagyok, és te is. Igen. Ez a legelső ilyen fotós kívásos videónk volt, amikor Peti Gábor meg én fotóztunk téged, és aztán megszavaztattuk ezeket a fotókat. De a mostani témánk az három. Három témát szeretném most kivesézni, és a legelső az pedig most a képfelhasználás lenne, mind a fotós, mind pedig a modell szemszögéből, Nekem eléggé vesző paripám ez, mert rendtérő fotózásnál nagyon sűrűn előfordul az, és már többször volt erről szó a csatornán, hogy ugye a fotókat, amiket készítek a megrendelőmnek, tegyük fel mondjuk egy szálloda, és mondjuk letölti, ugye mindenki számára hozzáférhető a fotó, letölti mondjuk a, az a cég, aki a lámpát gyártotta, a bútort, az építész, és nagyon sokan használják ezeket a képeket, ugye erre csak én adhatok engedélyt. Nagyon sok videóban már beszéltem erről, de kíváncsi vagyok, hogy a modell szemszögéből hogyan néz ez ki, neked ugye személyiségi jogot fűződik az adott képhez, tehát te is ugye letilthatod, akár az én fotómat, amit én készítettem, ha neked egyébként ugye nem tetszik. Ugye a mi workshopjainkon, amit Petivel ugye tartunk évi egyet-kettőt, ma nyáron egyébként megint lesz, majd gyertek, majd látjátok majd a kiírást, akkor ugye mindig arra kérünk mindenkit, hogy nem írunk alá semmit, Instagramon, Facebookon itt ott lehet használni, viszont nyilván óriás plakáton senki nem szeretné visszalátni ugye én sem a én képemet, és te ugye mondjuk az arcodat mondjuk bármiféle reklámcég mellett. Ha bármiféle workshopra mész, vagy nem is workshopra, hanem mondjuk Bárha egy, fotó, van. Egy, egy fotózásod van, akkor mik a felhasználási feltételek, és miben szoktatok megegyezni a fotósokkal? Ha modellt fotózunk, akkor az nem csak a modellt védés, ez nagyon fontos, hogy mindenki megértse, hogy ez nem a modell miatt van, nem mi vagyunk háklisek is, nem mi vagyunk azok, akik beszólunk, hogyha rosszul el egy szempillánk, hanem ez ugyanúgy a fotósnak is nagyon fontos. És nyilván kevesebb konfliktus van, viszont pont most visszatértünk erre, hogy a workshopokon írunk-e szerződést, vagy nem. Hogyha egy olyan modellel sodor össze az élet, akkor azért fontos egy fotósnak szerződést iratni a modellel, mert amikor nem írtok szerződést, akkor a személyiségi jogok a modellt védik. Tehát, ha te készítesz róla egy képet, és nem írsz vele szerződést, akkor ő utána mondhatja azt, hogy kuka az egész. Viszont, ha írsz vele szerződést, azzal megvéded magadat, és onnantól kezdve te használhatod azokat a képeket, amiben megegyeztek, és az a szerződés kimondja, hogy te őt a képekért fotóztad le. Tehát, hogyha ő nem hagyja, hogy te kirakd a képek, Képeket, mm. akkor nyilván neked sérülnek ott a jogaid, vagy neked sérül az, az az időd, vagy te vesztegettél el időt ezzel, úgyhogy ez nagyon fontos, mert én nagyon sokszor azt tapasztalom akár workshopon, akár fotózáson, hogy a fotósok ezt egy támadásnak veszik a modelltől, de igazából ez mind a kettőnkre nézve egy, egy védekezés, amit nagyon fontos lenne, hogy mindenki betartson, és mindenki használjon. Kétféle szerződésünk van általában, van egy joglemondói szerződés, amiben arról állapodunk meg, hogy milyen hosszú Időre hagyom, hogy én azokat a képeket felhasználjuk, a másik meg egy általános munkaszerződés, amiben mind a ketten leírjuk azt, hogy munkakészen vagyunk ott a fotózáson, hogy ha rólam eddig barna hajú képeket látott, akkor én a fotózáson nem jelenek meg piros hajjal, validak azok a képek, amik fönt vannak rólam, és nem egy másik ember jön el arra a fotózásra. Ez egy kölcsönös megállapodás, nem egy Mi támadás. volt a legkellemetlenebb szituáció? Te milyen szituáció szeretnénk elhárítani egyébként a, a szerződéssel. Oké, okay, hogyha még én mondjuk tfc alapon szeretnék valakit fotózni, biztos iratok ilyet, mert ugye az teszem bele az időmet, energiámat, nem csak én egyébként, mert ugye te a képet, akkor se a sminkes, se a fodrász, se a ruhatervező, se a fotós nem használhatja föl, csak négy egyszerű példa. Viszont milyen szituációt szeretnénk elkerülni még ezzel? Mi volt mondjuk a legkelemetlenebb dolog, amikor nem írtatok, vagy félváról vettétek, és valahol visszalátod esetleg a fotót, vagy mi volt az a sztori, ami, ami így, hát így, így... Szerintem modellként a leg kényesebb téma az a stockfotózás, mert hogyha téged elhív egy fotós stockfotózni, azzal nyilván ő azzal a képpel lehet, hogy egy dollárt fog keresni, viszont lehet, hogy eladja ezer dollárért egyszer egy, egy kampányfotózásként, amit megtehet, mert ha te ott abban a szerződésben lemondtál a, a, jogaidról, uh, és, és megbeszéltetek egy összeget, akkor onnantól kezdve neked semmi között ahhoz, hogy ő mennyit profitált azokból a képekből, és ezért a stockfotózás az egy nagyon kényes téma szerintem modellként pláne, és pont egy ilyenbe futottam bele, ahol nem stockfotózásnak készült, tehát előtte volt ezzel kapcsolatban tapasztalatom, ahol uh, ahol megbeszéltünk egy mind a kettőnk meg arányaiban előnyös összeget, és azért én elmentem, és utána odaadtam a fotókat, hogy te ezt áruba bocsáthatod, nyilván azokon a felületeken, ahol képeket vásárolnak tőled. Viszont egy sráccal elmentünk fotózni TFCD alapon, én akkor már nem dolgoztam TFCD alapon, az előzetes rossz tapasztalatok alapján, viszont nagyon tetszettek a képei, szimpatikus volt a srác, és nyilván nekem ez a szenvedélyem és a hobbim, szóval én akkor is el fogok menni egy fotózásra, hogyha nem feltétlen profitálok belőle. Egy, 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 egy átlagos fotózás volt, nem mondom azt, hogy kiemelkedően jók vagy rosszak lettek volna a képek, én is használtam fel belőle képet, meg ő is, és a fotózásra rá egy fél évre egy ismerősöm elküldött egy hazai magazinnak az online felületéről egy cikket, amiben ráadásul az eltartott vagy kitartott nőkről szólt a cikk, és az én képen volt a, a fejléce ennek a cikknek, ami így ráadásul olyan jól jött le ebben a kontextusban. Vagy Te ezt hát tokon nekem... megvásárolta jól értem. Hát de a... várj, 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 nem ez a lényeg, hanem azokat a képeket mi TFCD alapon csináltuk, amiben, amiben bennem meg sem fogalmazódott az hogy valaki azt gondolja, hogy a TFCD-ben elhív egy lányt, mindenféle szerződés is, minden nélkül, akkor ő azokat föltölti stokra. És én ráírtam erre a hazai magazinra, akik nagyon kedvesen egy nap alatt válaszoltak, hogy ők ezt a képet megvették iStockon, és hogy ők igazából nem szedik le, mert hogy ők ezt megvették. Érthető. És én jeleztem nekik, hogy, és tudtam, hogy így is van stokkon, hogy az. Amikor föltöltesz, és el akarsz adni egy stock képet, akkor ott csatolni kell a modell írásos szerződését, hogy hogy, hogy én beleegyeztem. Igen. Eladásba. És hát ezt a srác meghamisította. Uh, és feltöltötte, és eladta a képet uh, ennek a hazai magazinnek. Na no, ezért ez, ez, ez kemény. És végül ez a magazin, ez volt olyan jó fej, hogy miután visszaírtam, hogy uh, nekem nincs, ne, én nem írtam alá a szerződést, ők mondták, hogy csak hogy tudjak róla, ezek a képek fönn vannak iStockon, de hogy egyébként ők leszedik ezt a képet, mert megértik uh -huh. az én problémámat ezzel az egésszel, addigra a srác mindenhol letiltott, a telefon találkezve mindenhol, és és az az igazság, és ez a rossz dolog úgymond a freelancerségben, csak hogy majd átkapcsoljak a következő témára, hogy én ott úgy álltam ott, hogy nyilván fogadhatnánk egy ügyvédet, nyilván van róla bizonyítékom, de az, hogy elkezdjem azt a procedúrát, hogy először feljelentem akkor utána azt a több éves bíróságra járkálást, ne, nem értem, értem nem meg, nem, 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 nem ér, meg. igen, és nyilván a végén, mivel az én személyiségi jogaim sérültek, ezért mi jönnénk ki, győztesként, úgy a de tudi, De tudod, nem... ilyenkor egy posta, nem azt mondom, hogy kárt kell okozni, csak ezt egyébként, de posztban hivatalosan egyébként leírod. Igen, Vannak csak ilyen utána már bennem már felmerült az a gondolat, hogy én nem akarok senkit rágalmazni, én hiszek abban, hát ez nem hogy... nem rágalmazás, tehát ez ha valóban így történt, és így történt, akkor... Hát én azóta ezzel a sztorival haknizok, mondhatjuk ezt minden workshopon, szóval azért akinek tudom, elmondom, Aha. hogy ez a, ez a lehetőleg legetikátlanabb dolog, amit csinálhatsz egy modellel. Menni kell tovább, dolgozni kell tovább, jön a következő fotózás, hmm. nem érek rá arra, hogy most három e-mailt elküldjek, vagy, vagy nyilván ráérnék, de hogy, hogy annyi energia egy, egy elveszett ügyért, hogy már nem éri meg. És nyilván az a baj, hogy ez tovább gerjeszti magát, tehát ha az a fotós egyszer ezt elmeselt egy haverjának, akkor ő nyilván ő is megpróbálja megcsinálni, mert tudja, hogy mondjuk nincs következménye. Ne ez a baj, hogy akkor az a sztori megy végig, hogy figyelsz, én megcsináltam, nem lett belőle baj, akkor megcsinálom akár még egyszer. Tehát amíg csak tovább mondja, igen, akkor a haverja is esetleg megcsinálják. Tehát, hogy nyilván a szerződést, akkor szerződés a potóst, a modellt, meg az egész stábot egyébként védi. Igen. Tehát minden esetben ilyenkor, hát minimum érdemes. Egyébként szerintem manapság már mindenki tudja, hogyha ő eladna egy képet, akkor ő azzal sérteni a személyiségi jogaidat. Szóval szerintem ezt már nem kell elmagyarázni senkinek. Hogyha te áruba akarod bocsátani ezt a képet, akkor arról írnod kell szerződést. Ha meg nem írsz szerződést, akkor nem bocsáthatod áruba. És szerencsére én azt tapasztalom, hogy ez ezt értik az emberek. Főleg a fotósok, akiknek azért I igen, ez az tudás azért kell lenni a szerzőgökről. Igen, 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 igen. Igazából a workshopokon szerencsére maguk, akik tartják a workshopot, általában szoktak erről beszélni, és, 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 maga a jogi része az tisztába is van téve. Az a része szerintem nincsen egészen, hogy hogy nem csak akkor tilthatna le egyébként egy modell egy képet, hogyha nem jogosan használod, hanem akkor is, ha nem előnyös róla. És ez az, amit sajnos nagyon kevés fotós fogad el, hogy igazából a modellnek ugyanúgy joga van bírálni ezt a képet, és leválogatni ezt a képet, mint neki. Ez nyilván akkor, amikor ez már nem TFCD fotózás, vagy nem kölcsönös megállapodás, akkor már más. Tehát, hogyha nyilván ő megvásárolt téged arra az X órára, hogy készítsen rólad képeket, akkor nem. Viszont én nagyon sok olyat hallottam, hogy egy fotóssal elmentek, egy TFCD fotózásra, készített egy csomó képet, viszont és ott a lány azt is látta, hogy tetszenek neki ezek a képek, de pont úgy válogatta le a fotós, hogy a maradék nem tetszett a modellnek, és utána azokat ő nem is tudta használni, és még neki rosszul is esett, hogy ezek egyébként használva vannak. De nyilván ez fordítva is megtörténhet. Tehát, hogyha mondjuk úgy állapodtok meg, hogy ő megkapja az összes nyers képet, nyilván egy fotós is felháborodik, amikor egy modell kirak egy nyers képet, ami neki nyilván szintén rossz, portfólió, vagy nem is rossz referencia lesz abban az esetben. Szóval az a lényeg, hogy azt kell megérteni, hogy nem támadás ez az egész is, és az, hogy megállapodunk valamiben, az egy kölcsönös munkának az alapja. Nem is szabadna elkezdeni úgy együtt dolgozni, hogy nem állapodtunk meg írásban valamiről. És ez nem azért, mert bizalmatlanak vagyunk, hanem, hanem azért, mert ez, ez így működik a világban, és ez külföldön tényleg mindenhol így is van, és Magyarországon az ügynökségeknél is. Tehát, hogyha valaki egy esetleg fashionfotós akar lenni, akkor jó, ha megtanulja, hogy hogy néz ki ez a szerződés egy freelancer modellnél, mert utána az ügynökség az egy 16 oldalas szerződést fog vele iratni, és, és az ügynökségeknél tényleg beleszaladhat az ember olyanba, hogy azt fogja mondani az ügynökség, hogy töröld mind a 600 képet. Mert nem. És így a különbség mondjuk modell szemszögből, egy modell ügynökség és mondjuk a szabadúszás között ez így hogyan kell ezt így elképzelni fotósként, mert ugye mi ugye fotósként szabadúszók vagyunk, mindenkinek fotózunk, akár most, ha valaki divatban mozog, akkor modellügynökségnek akár privátba is megkeresik, magazinok és temérdek megrendelés lehet, Viszont nektek, mint modellek, mi a különbség egy ilyen modellügynökséges? Van, aki kizárólagos modellügynökségnél van, valaki szabadúszó, hogyan kell ezt elképzelni? Igazából Magyarországon szerintem nagyon különbözik az, hogy mit jelent itthon a szabadúszás, illetve ez nagyon különbözik attól, amit külföldön jelent az, hogy valaki szabadúszó modell. Alapvetően, hogyha valaki bekerül egy ügynökséghez, az azt jelenti, hogy olyan emberek, akik ebben a szakmában élnek és dolgoznak, ők úgy látták, hogy benne van potenciál, tehát ez már alapból egy, egy jó új jel, mondhatjuk így. Illetve az ügynökség biztosít mögötted egy menedzsmentet, tehát nem neked kell levelezni a munkáidat, nem neked kell szervezni, nem neked kell a szerződéssel. Szarakadni. igen, szintén. Tehát a szerződéseket írnak neked egy személyre szóló szerződés minden egyes munkádról, nem pedig egy netről letöltött sablont viszel mindenhova, illetve nyilván áll mögötte egy ügyvéd is. Tehát ott nem csak az van, hogy véletlen felhasználják a, a képedet stokkon, hanem ott már rögtön megy az ügyvédtől a levél, ha esetleg ez megtörténne, de nem szokott. E, illetve tényleg az, hogy, hogy ők tudják, hogy neked milyen munkákat kell megcsinálnod ahhoz, hogy előrébb kerülj. Ezt freelancerként nem tudod, freelancerként fotózol bele a nagyvilágba, mondhatjuk így is, és, és fogalma sincs, hogy melyik lesz az a kapcsolat, vagy melyik lesz az a fotós, ami a jövőben jövedelmező tud lenni. Te osztod be az idődet, és, és ami meg a másik nagyon nehéz, hogy, hogy freelancerként igazából az elején elvállalsz minden munkát, amit talán nem is kellene, mert, mert, akkor jöhet el az a pont, hogy egy kicsit túlhasználódsz, hogyha tényleg mindenkinek elmész modellnek, mert, mert nem, tudod, hogy, nem tudhatod előre, hogy ki az, aki jó, ki az, aki nem. És ezt az ügynökség szűri. Itthon freelancer modellek azok szoktak lenni, vagy az szokás freelancer modellnek nevezni, aki mondjuk vagy nem érte el a, azt a magasságot, ami egy ügynökséghez bekerüléshez szükséges vagy hobbi szinten modellkedik adott esetben egy főállás mellett, vagy csak ki akarta próbálni. Illetve vannak olyan modellek, akik sok-sok ügynökségben eltöltött év után úgy döntenek, hogy azt a maradék 50%-ot a fizetésükből, amit az ügynökség levon, hmm. azt megtartanák, és az 50%-hez még nem is olyan sok, Hát de mondjuk Modellként. az értékesítés is ugye teljesen, akkor a modellügynökség feladata. Igen, egy 50%-os marketingköltség azért nyilván is soknak hangzik, de nem neked kell se a szerződéssel szarakodni, nem neked kell az ügyfeleket szerezni, igazából mindent betolnak alá, és ha tényleg ott vannak a munkák, akkor az úgy jó, de ilyenkor van kizárólagosság. Tehát több, több modellügynökségnél nem lehet egyszer. Uh, én vagyok. <laughs> uh, az a különbség, hogy uh, én freelancer vagyok, hát mondhatjuk azt, hogy fashion modellként, ezt én túlzásnak tartanám azt mondani, hogy fashion modell vagyok, de átlag modellként freelancer vagyok. Ez azt jelenti, hogy fotósként engem effektíve bárki fotózhat, viszont commercial modell vagyok, ami azt jelenti, hogy reklámokban szerepelek, plakátokon, és ehhez van négy darab ügynökségem, négy különböző ügynökség. Egyikük sem kért kizárólagossági szerződést, mert kommersial részlege nagyon sok ügynökségnek van. Ezek a részlegek, ezek a legkülönbözőbb embereket gyűjtik. Teljesen civil emberek is akár ide bekerülhetnek, mert itt direkt reklámokra keresnek civilnek kinéző, de mégis kamera előtt szerepelni tudó embereket. Ők akkor olyankor nyilván ugyanúgy, mint egy modell ügynökség, intézik a szerződést, intézik még a taximat is, tehát hogy, hogy akkor mindent átvállal az ügynökség, nekem csak meg kell jelennem, és meg kell tennem mindent azért, hogy a legjobb formámat hozzam ki abból a projektből. A másik témánk az, hogy kikivel szeret együtt dolgozni, fotósok és modellek esetén. Nekem az a tapasztalatom, amikor ugye együtt dolgozunk, vagy amikor bármikor régebben mondjuk modellel, vagy bárkivel kellett együtt, együtt dolgozzam, akkor nagyon fontos volt számomra egy a személyes szimpátia, másrészt a megbízhatóság. És inkább a másodikat, főleg ez most szimpátia az nyilván arra beugró, de a megbízhatóság, hogyha mondjuk én kiérdetek egy workshopot, vagy van egy fotózás, egy divatfotózás, egy, vagy egy TFCD fotózás, teljesen mindegy, hogyha én annyira félek egyébként a workshopon, amikor gondolom bele, eladok tíz jegyet, megszervezzük a sminkest, a fotózást, a helyszínt lefixáljuk, értékesítés, és utána valamint a modell Két, nekem ez egy halálfélelme végig, mint összes workshop. So, sok fotós félettel, a aki workshopokat csinál, hogy a modell két órával előtte. És bemondja Mondja le. azt, hogy bocs, nem tudom, kidobott a barátom, rossz napom volt tegnap, beteg vagyok, hányok, és én mit csináljak a workshop előtt két órával? Amikor el van adva és egy percben meg fogják érteni a hallgatók, hogy hát fiyetek, ez és ez tényleg úgy érthető, csak úgy ennek a lehetőségét azért ugye legminimálisabbra kell csökkenteni, szerencsére ilyen még nem történt, de bármikor is egy ilyen kis negatív előjelet látok, vagy hallok valakiről, akkor nálam az egy ilyen red flag. Mert a legkisebb kockázatot sem éri meg az, hogy valamiatt a workshopot ne tudjuk megtartani. Persze előtte egy-két-három nappal még tudunk valamit esetleg csinálni, Megoldani a problémát, de nekem tényleg félem, hogy nem jön el, nem veszi fel a telefont, valami történik, és mit csinálok ott. Úgyhogy nekem a megbízhatóság az nagyon-nagyon fontos ilyen szempontból, hogy ugye a hallgatóknak azt tudjuk adni ott a workshopon, amit ígérünk, és ha ígérünk két modellt, és ez a két modell lesz a workshop, és utolsó nap azt mondom, bocs, nem ő lesz, hanem egy másik. Biztos megértik, mert hát most ez történt, de hogy szerintem ez egy nagy arcvesztéssel jár, úgyhogy nekem eszméletlen fontos a, bizalom. Neked a fotósal működsz együtt, akkor vannak red flagek, beszélünk erről. Mi a red flag egy fotósnál? Még visszacsatolnék, bocsánat, az első felére mondandódnak, hogy egyébként erre van a szerződés, tehát hogy a nagy produkcióknál nem ott írjuk a szerződést, hanem én besétálok az ügynökségemhez, és a produkció előtt egy héttel én aláírom azt, hogy én ott időben, beszámítható állapotban ott leszek a forgatáson. És Viszmajor esetén kapsz egy covid -ot. Nekem volt ilyen, hogy 40 fokos lázzal uh, én elmentem a forgatásra, mert azt mondta az ügynökségem nyilván, hogy el kell mennem a forgatásra, viszont a gyártásvezető hazaküldött. Mert azért ilyen visszmajor lezzel. szituációk vannak. Például az fotózásnál is van ilyen amúgy, hogy a szerződésből ugye foglaló visszajár kétszeres, most erre kitérünk, hogy a Vismajor, tehát a fotós hibáján kívül nem tud megjelenni. Tehát oda vezető baleset történik. Tehát ez megint az... szerintem egy teljesen más téma, sajnos. Tehát, hogy ez, ez az élettel jár, ez ezzel azért. a szakmával jár. Tehát ezt én nem mondanám retflegnek. Nekem is van, hogy 40 fokos lezzel kelek, meg neked is van, és sajnos ezt nem tudjuk befolyásolni. Nekem a hét év alatt egyszer fordult elő, úgyhogy ez ez okay, megint egy más. Akkor ki az, akivel nem szeretsz é, együtt igen, dolgozni? Igen, igen. Az az érdekes, hogy ez szerintem vagy pszichológia, vagy megérzés, vagy intuíció, hogy te is, amikor elmész mondjuk egy buliba, vagy bárhova, akkor is egy embernek a kisugárzásán, vagy az első néhány mondaton, akár egy tinderen, amikor ismerkedsz, akkor már abból, hogy hogyan köszön neked, abból érzed, hogy ez az ember az passzol-e hozzád, vagy, vagy nem passzol. És ezt én, én ugye... jó Jó szenzoraid vannak. Hát, akkor lehet, hogy csak, csak sok potossal dolgoztam, meg sokat leveleztem fotósokkal. Mert vagy telefonon a ugye a hang alapján nagyon sok Igen. mindent meg tudsz mondani, de, egy, de mondjuk valóban igaz van, hogy egy levelezés, hogy hogy, ír meg azt a hogy írja meg azt a két-három sort, a weboldalon, hogy ír magáról, valóban sok mindent le lehet mondjuk róla szűrni. Én meg Instagramon a közös erre, erre, írtam is ki példát, hogy, hogy akár két mondaton is múlhat az, hogy te hogy állsz hozzám. Nagyon sok megkeresésem van, és nagyon-nagyon sok kiesik a rosten, mert, mert például az, hogy rám írsz, hogy szia, szeretnélek fotózni, ez olyan üzenet, amit meg se fogok nyitni sose. Ezen kívül, ami még nekem red flag, amikor, amikor valaki nem ír konkrétumokat, amikor csak arról beszél, hogy hogy szeretnék veled fotózni a naplementében a Balatonon, és akkor Nekem már az red flag, hogy ő semmi konkrétat nem szeretne ezzel kapcsolatban mondani, nem szeretne időpontot, nem szeretne időtartamot, nem szeretne felhasználást, semmilyen ötletet írni, mert ez, abból azt érzem, hogy ő vagy nem elég elkötelezett, vagy van valami, ami miatt ő ezeket direkt nem szeretné leírni. De egyébként ez a kevesebb red flag nyilván az, hogyha valaki, amikor megírem, hogy én milyen áron dolgozom, akkor azt írja vissza, hogy én modellnek nem fizetek, mert hogy a modellek csak szép lányok, és hogy ebben én, én tényleg két hetente belefutok A fotósok meg szép fényképezőgépet fognak. I igen, uh, tehát ez egy szakma, és, uh, és én, én nagyon érzem már az embereken, azokon, akik úgy állnak egy modellhez, hogy te egy szép lány vagy, szép képekkel az Instagramon, meg mi az, amikor valaki érti, hogy van-e mögött hét év ami nekem ugyanúgy tapasztalat. Nincsen OK és papírom róla, mert Magyarországon nem adnak erre OK és papírt, de én akkor is beletettem azt a hét évet, és nem véletlenül vagyok azokban a reklámokban, vagy azokon a plakátokon, amiken rajta vagyok. De igazából igazán retfleget szerintem egy első közös fotózás után lehet mondani, viszont akkor az ott kölcsönös. Nagyon sok minden múlik a szimpátián, de nekem nagyon sokszor volt olyan, hogy azt éreztem, hogy ezzel a fotós én soha többet. És szimplán csak amiatt, ahogy beszél, mert egy modellnek, amikor, amikor valaki modell, akkor ő teljesen kiszolgáltatja magát a kamerád előtt mert, mert azt csak te látod, hogy te mit látsz a kamera oldalán és, és én meg a saját oldalamon próbálok a lehető legjobb lenni, és kitalálni azt, amit te szeretnél rólam látni. És szeretném a most ez, ez csúnyán hangzik, de a testemet átadni neked, hogy használd. Hát ez és... egy eszköz, amit értékesítésre használunk, még csúnyában szólva. De, de, hogy nyilván mondjuk egy ruhát értékesítsünk, vagy egy cipőt, vagy egy reklámfilmben egy, egy hangulatot, hogy menjen egy étterem, nem tudom, valami reklámfilm is voltál, milyen reklámfilm volt? Nem, sok mindenben, melyikre a... gondolsz, az Aldi, Burger King. Jó, mindegy is, vagy... legyen mondjuk Burger King, most arra gondoltam, Igen. hogy ott ugye voltál, és akkor az a célja, tehát mint a modell eszközként van használva a reklámfilm filmben, hogy eladja azt a szolgáltatást, tehát nyilván így értjük ezt. Szerintem ezt itt nagyon ketté kell a nagy produkciókat, meg a, a, kis fotózásokat, tehát hogy a nagy produkcióknál ott nem lehet nagyon személyes a kapcsolat, ha csak nem sokat szorad dolgozol egy rendezővel, de az ott egy viszonylag személytelen szituáció, amiben belekerülsz egy 12 órára, kiszakítanak a világodból, ott azt a 12 órát leéled, ledolgozod, és utána hazamész. Viszont egy fotósnál ez, ez más, ott, ott van mondjuk két órára bérelt egy stúdiót, akkor ott van nektek két órátok, hogy valamit, valami nagyot alkossatok, vagy valami olyat, amit elképzeltetek. És hogyha egyszerűen a kommunikáció nem működik, azt, azt érzi az ember, hogy, hogy te kérsz, tű, kérsz a fotóstál valamit, és ő nem azt csinálja, vagy félreérti, vagy ő kér tőled valamit, ami neked félreérthető. Azért belül mégiscsak egy ember vagyok, akinek vannak mondatok, amik adott esetben nem esnek jól, vagy félreértem őket, és és lehet, hogy tényleg nem úgy akartam mondani a fotós, de, de azért én már nem tudom, mennyire lehet itt csúnyán beszélni, én fotóztam, vagy olyan fotóssal, aki amikor a kamerája másik oldalán álltam, akkor azt mondta, hogy nézz úgy, mintha leszoknál. Ezt így. Így street az arcomba. És ott nyilván olyankor az, amit én, nekem rettentően nyitottnak kell lennem arra a fotósra, hogy én, én átadjam magamat neki. Volt, és amikor én azt mondod, hogy összepakolsz és köszönöm. Akkor én azt mondtam, akkor én azt mondtam, Na, ez, egy, egy work... ez egy. ez egy ez lesz ilyen a reakció, de erre. Fotós klub volt, ahol nem, egy, nem workshopnak nevezték, ez lényegében egy modell, sok fotós, és én ott azt mondtam a workshop. ...nak a tartójának, hogy vagy ő megy el, vagy én megyek el. Most ezt már ő döntse el, hogy melyikünk, de azt gondolom, hogy ezt még nőként sem kell ezt a mondatot elviselnem, nem, hogy vad idegen embertől modellként. A modell az tényleg ilyen szempontból egy érzékeny lény, aki, aki mégiscsak egy, egy lány, egy nő, aki, aki kiszolgáltatja magát neked, és ez tarts tiszteletben, hogy egy bizonyos pontig használhatod, de egy bizonyos pont után... Hogy kezeled ezeket a szituációk? Mert nyilván modellként azért általában férfiakkal dolgozol, és nagyon sok ilyen kiszolgáltatott szituációba biztos beleesettél, ahol mondjuk közeledtek esetleg mondjuk feléd, és főleg egy ilyen munka alapú kapcsolatban, ahol egyébként te ugye dolgozol neki, tehát pénzt kapsz azért, hogy, hogy itt vagy, akkor ez egy nagyon visszás dolog lehet, hogy valaki közeledik felé, te meg ezt nem nagyon szeretnéd fogadni, ráadásul egy, egy modell fotós kapcsolat, vagy modell kap kapcsolatban, azt hiszem, hogy eléggé előfordulhat, akkor hogy tudod ezt kezelni, amikor mondjuk közeledé feléd a, a akármilyen, aki fölötted van, most tök műleg, hogy ez egy fotós, vagy egy gyártásvezető, vagy, vagy bárki, amikor ott van, hogy igazából neki dolgozol, az ő pénzét kapod, akkor ezt hogy tudod kezelni? Én a modell vagyok, én azért jöttem oda, hogy az időmet és az arcomat áldozzam, de nem a személyiségemet, nem a személyes szimpatiámat és a vonzámamat én lehetnék egy, egy lámpa is abban az esetben. Tehát, hogy én, én a, csak is kizárólag úgy mond, a külső miatt vagyok ott. Az, hogy valaki adott esetben szimpátiát érez velem szemben, vagy közeledik, az az ő dolga, és hogyha van tapasztalat ebben a szakmában, akkor az az első dolog, amit meg kell tanulnunk egymással kapcsolatban, vagy egy fotósnak, egy modellről, egy modellnek, egy fotósról, hogy az, hogy nekem azt mondja egy fotós, hogy szép vagy, azt én nem nőként fogom bóknak venni, hanem az modellként egy jellemzőm. Én azért vagyok ott, mert szép vagyok. És, és ezért tartsuk tiszteletbe azt, hogy én ott nem nőként, hanem modellként vagyok. A fotós sem férfiként, hanem fotósként van ott. Tehát én ugyanúgy rámászhatnék egy fotósra, egy fotózás közben ő sem örülne neki, akkor képzelje el fordítva. Tehát, hogy hogy ez, Értem, ez csak nem hogy egy olyan Ez Ezt számomra teljesen egyértelmű van az, de mégis, ha ezt keresztül húzzák, mert vannak ilyenek, akkor mégis hogy tudod kezelni ott a helyszínen, amikor egy fotós rád akar mászni egy workshopon, vagy egy, egy videóforgatáson bárki. Ez a rámászás, ez egy kicsit talán erős kifejezés. Van rá de, amikor, példa, de... de amikor látod, hogy hogy igazából vissza akarnak élni ezzel a helyzettel, neked meg ő a főnököd. Tehát, hogy ezt így mennyire vagy kemény, mennyire mondod azt, hogy ezt nagyon keményen visszautasítod, vagy. Mint az előző példa alapján azt mondott, hogy jó kösz, akkor vagy te mész haza, vagy én. Általában így állsz -e hozzá, vagy kicsit. Így... Ez már egy kicsit szerintem drasztikus, tehát az volt a mély pont, Jó, Hát ilyen az előbbi beszólás. Igen, tehát hogy... így arra mai napig emlékszem a fotós arcára és a fotós nevére is. Te... Meglepődött, gondolom. I igen, hát azot, azon én lepődtem meg. Tehát, hogy azért... <laughs> ezt tényleg kimondtad? mondtad. Igen, tehát hogy egy kicsit elsuhant a fejem, hogy ezt csak álmodtam, megképzeltem egy idő után beletanul az ember. Az elején nyilván még lehet, hogy szóba ki kell mondanod neki, hogy bocsi, én itt nem ezért vagyok. Ilyenre nekem nagyon kevés példa volt. Nagyon sokszor érzem azt, és ez általában tapasztalatlanabb, akár, akár csak egy modelltárs, tehát akár egy páros fotózáson, egy egyesküvi fotózáson is érezhetem azt, hogy a fiú, hogy ő félreérti azt a mozdulatot, mert nincsen tapasztalata ebben a szakmában, és ez fotósoknál is nagyon gyakran előfordul. Én tudom vele éreztetni azt, hogy utána már nem vagyok olyan közvetlen, hogy utána már... Ez munka, egy... addig fogtuk igen, egymás kezét, igen, addig ezt, bújtunk össze a fotokedvén. Érzés, ez egy érzés, és is, is... Szimplán, szimplán szerintem az, hogyha már nem beszélsz vele, beszélgetsz a fotóssal, vagy a fotós esetében a modellel olyan közvetlenül, azzal már éreztetni fogad vele azt, hogy két lépés távolság és Hát reméljük, hogy a fotósnak is, vagyis tehát most legyen bármilyen pozícióban, vannak olyan szenzorai, hogy egyébként ezt uh, egyébként érti, hogy akkor ez most egy munka... Nyilván a végső soron megmondod. Tehát az utolsó pont az az, hogy, hogy megmondod neki, hogy bocsánat, én itt Általában vagyok. Általában értik ezt a, a stábtagjai, vagy egyébként sokszor így el Nyilván aki profi, és gondolom én, hogy aki profi, ott azért nagyon ritkán fordul lehetett. De divatfotósnál, aki lefotóz, 20-30 gyönyörű nőt egy hónapba, az már úgymond hozzászokott egyébként. Ez is nyilván tudja jól, hogy az, az munka, de mondjuk inkább akra frissebb fotósokra, tapasztalata fotósokra jellemző ez. Közben eszembe jutott, hogy mi az, amit egyébként szoktam csinálni, mert ez így nem esett le, hogy ez egyébként a taktikám, hogy én valakin érzem azt, akár már a sminkelés közben, hogy van olyan, hogy egy fotós már, amikor ott már a sminkesnél elkezd személyesebb dolgokat kérdezgetni, vagy érzem, hogy elkezd mondjuk közeledni, akár csak beszédben is, akkor ha feltűnően elkezdek a párkapcsolatomról beszélni, az nyilván egy, egy jel. Tehát a Tehát abból, flörtölni nem... kezd veled. Igen, el hogyha el. még csak nem is flörtölni, de amikor amikor már olyan kérdést tesz föl, ami érzed, hogy már nincsen közel, ahhoz te, hogy, hogy hogy vagy, meg hogy modell vagy, hanem már egy személyesebb, akkor én olyankor szoktam eljátszani azt, hogy akkor Egyébként tegnap voltam kirándulni a barátommal, és amúgy most leszünk egy kis kutyát, és akkor abból általában szokta érezni egy férfi, hogy ezzel most jeleztem, hogy foglalt vagyok, köszönöm, éreztem a közeledést, de zárjuk le itt. A... És akkor ez általában működik? Ez is. működik, ez még nem volt olyan, hogy nem működött volna. <laughs> úgyhogy, úgyhogy szerintem ez az áltimét technika az, hogy <laughs> sikerüljön. A fotócsoportokban és már a több videóban is volt erről szó, hogy ma jelenleg amúgy pont két hete változott meg ez a jogszabály, hogy most, ha valaki fotózásra akar kiállítani számát, számlát már nem kell végzettség. Ez egy két hetes, három hete lezőtt szabály, látta szerintem a posztokat. Fel lehet venni ezt a tevékenységet már anélkül legyen papírod. Pedig mennyi munkám volt az OK és vizsgamunkákból, és erre elvették tőlem de ugye, aki még benne van, akkor azt hogy hogy meg, le lehetséges, hogy vissza is állítják, de ha jól olvastam, akkor Európai Országon, EU-n belül csak Magyarországon volt ez papírhoz kötött, hogy én nem látok rá akkora nagy esélyt, ez alapján legalábbis, hogy visszaállítanak, ha bár ki tudja. Modell szemmel ezek a workshopokat mennyire szoktad élvezni, mennyire monoton egyébként a modell munka, mert amikor mi elmegyünk, ugye éves szinten kétszer, mi jól érezzük magunkat fotósok, de a minden nap csináljam, hát nem biztos, hogy annyira élvezném, de amikor neked azért nagyon sűrűn ugyanazt az arcot, ugyanazt kell hozd minden egyes fotózáson, azért ez mennyire, mennyire, tűnik neked monotonnak, mondjuk a fotózások, tehát a divatfotózások. Szerintem a divatfotózások a világ legizgalmasabb dolgai, tehát hogy ez, ez én mindennek nevezném a modelkedést, csak monotonnak nem, de egyébként a workshopok a, talán a legmonotonabb része ennek a, az egésznek. Hogyha valaki jó fotós, jó, akár divatfotós, akár bármilyen fotós, és egy jó modellel dolgozik együtt, szerintem ott mind a kettőnknek az a, az, az értelme, vagy az, a, az ad igazán értéket egy fotózásnak, hogyha ki tud hozni belőlem egy olyan új arcot, amit még soha nem látott senki, valami teljesen újat, és ez nem feltétlen azt jelenti, hogy rámaggat valamit, vagy levetkőztet, vagy, vagy bármi, hanem ez, ez inkább arról szól, hogy minden fotósnak az adja hozzá a stílusát a képeihez, amilyen a személyisége, mert azzal a személyiséggel hozza a kibelőlem arcokat, és, és hogyha te egy teljesen különböző személyiség vagy, akivel még soha nem találkoztam, és egyébként szimpatikus vagy, akkor, akkor valami teljesen újat fogok tudni mutatni neked a te személyiséged alapján. Ezért nehéz kérdés a workshopok, mert ott nem tudom személyre szabni, úgymond, a, a modellkedésemet egy workshopon, nincs is időm megismerni egy fotóst egy workshopon. Ott nagyobb valószínűséggel fogja a fotós ugyanazokat az arcaimat látni, amit már látott, mert ott hirtelen nem tudok kihez alkalmazkodni. Szerintem egy modell másképp pózol egy nőnek, egy férfinak, egy fiatalnak, egy idősebbnek és ott abban a szituációban, ha húszan állnak körülöttem, és mindenféle nemű korú ember áll körülöttem, akkor nem fogok tudni ehhez alkalmazkodni. De nem mondanám a workshopokat sem monotonnak, ott inkább azt gondolom, hogy a modell tanul nagyon sokat saját magáról. Mert ugye általában a workshop ugye arról szól, hogy tanítjuk a többi fotóst, a beállításokra. Persze a mi workshopink sokkal inkább erről szólnak, mint sem arra, hogy hogyan állítsd be a modellt, mert ez teljesen külön workshop lenne, tehát inkább a fények, beállítás, kompozíció, innen-onnan fotóz, tehát inkább erre térünk ki, és nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy nézzétek most Lilit így állítjuk, vagy éppen úgy állítjuk. Szokott róla szól lenni, de ez inkább a háttérbe szorul, tehát hogy én mutatom a fényeket, és neked önállóan ugye beállsz abba a pózba, ami szerinted ahhoz éppen jól érik, és úgy nem is kell szólni, hogy most hú, ez nem jó, mert általában, sőt, mindig kivételjön, ezt tudod, vagy ha van valami konkrét ötletem, hogy azt a fotót szeretném elkészíteni, Lili, hogy légy szíves, ülj fel ide a várfalra, vagy sétálj felé, néz ki jobbra, mert ott van a vaku, tehát ilyenekre ugye meg szoktam kérni, de akkor mégsem annyira mondtam, mint én ezt gondoltam, mert folyamatosan, és nem folyamatosan, de visszatéren ugyanazt a, az arcot kell egyébként mutasd, mert, és ha mégis, és ha ugyanazt az arcot mutatod, akár az összes képen, igazából akkor is teljesül a workshopnak a vágya, hogy tanulnak a hallgatók, Persze, hogy kicsit azért legyenek, ne, ne legyen annyira egy csük az összes kép, azért nyilván te is változtatsz egyébként ezen. Akkor még annyira mondtam, mint én ezt gondoltam. De szerintem kimondtad a lényeget, hogy van egyébként egy óriási félreértés a workshopok lényegével kapcsolatban. Szerintem külön kéne választani, hogy vannak workshopok, meg lehetnének fotós szakkörök. És a kettő az nagyon nem ugyanaz a workshopokon, egy fotósnak nem a modellért kellene mennie, hanem azért a fotósért, aki a workshopot tartja, hogy azt megtanulja tőle, amit az a fotós tud. És lényegtelen, hogy egy almát fotóz, vagy egy, egy lámpát, vagy egy modellt, ott az a lényeg, hogy az a fotós, akihez elmentél, átadja a lelkületét, az ő stílusát, az ő tudását. És kicsit összecsúszott a kettő. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy egy fotós azért megy el egy workshopra mert egyébként saját magának nem tudna megszervezni egy modelles fotózást, mert, mert, mert nincsen bátorsága ráírni egy modellre, vagy nem akar fizetni érte annyit, vagy nem akar leszervezni egy fotózást, és ezért úgy dönt, hogy a könnyű út, ha elmegy egy workshopra. És ilyenkor szokott az lenni, hogy valaki elmegy egy workshopra, és az ott készült összes képet elkezdi a portfóliójának használni. És itt van a nagyon nagy félreértés fotós szemszögből, és szerintem emiatt van az, hogy ennyire részben emiatt van, hogy ennyire felhígult ez a fotós szakma, amit én is látok, és mindenkitől hallok, nyilván fotósokkal vagyok körülvéve hogy az, hogyha egy workshopon készült képet használ valaki portfóliónak, az nem mutatja a tudását. Az annak a fotósnak a tudását mutatja, aki a workshopot tartja. Mert ha az a fotós oda hív egy olyan modellt, egy olyan sminkesel, és beállítja a fényeket, azt még én is el tudnám kattintani, és nem vagyok fotós. És ezért van az, hogy ha valaki tele a portfólióját különböző workshopon készült képekkel, akkor egy laikus azt fogja hinni, hogy ő egy nagyon jó fotós, mert nagyon jó képei vannak. És szerintem ezt kéne a kezdő fotósoknak megérteni: hogyha elmész egy workshopra, ne a modellt pózoltasd, és ne a modellre figyelj, hanem arra, amit neked a workshopon át akarnak adni és tanítani akarnak. Mert én például nagyon sokszor érzem azt workshopokon, hogy maga az, aki miatt eljött ez a fotós a workshopra, az oktató, ő háttérbe szorul, mert ott van egy modell, aki tud pózolni, Szép ruhák, meg szép fények vannak rajta, és akkor azzal el van valaki, aki még soha nem fotózott modellt. És itt kéne külön választani, hogy lehetne fotós szakköröket tartani, ahol oda hívunk egy modellt, és mindenki fotózza. Van olyan workshop is, ahol modellpózoltatást lehet tanulni, ott már nyilván mással szól. Érdekes, hogy amit mondasz, hogy vagy mondtál az előbb, hogy amikor az a fotós, aki eljön egy workshopra, és készít fotókat, hogy igazából az nem is annyira az ő képe, hanem inkább az oktatóé, ebbe van igazság. Ebből meg... nekem volt is. És, és amikor ugye a weboldalon mondjuk megnézem annak a fotósnak az összes fotóját, ki lehet szúrni, hogy melyik az övé, amit az ő szellemi terméke, és melyiket készítette a workshopon. Tehát látok Margit szigeten mondjuk ilyen kéget hátterű portréfotót valakiről, meg látok egy gyönyörűen bevilágított stúdiófotót, hú de Janos. De azt ne felejtsd, el, azt ne felejtsd el, hogy ezt te látod. X év fotós tudás után. A nem de a laikus lehet. semmit nem fog látni. Ő túl fogja tekerni a neki nem tetsző képet, és csak azt a kép, arra a képre fog fókuszálni, ami neki tetszik. Uh -huh. És itt van az átverés. És uh, nekem ebből volt is egyszer egy, egy beszélgetésem egy fotossal, aki rám írt, hogy egy fotópályázatra elküldeni a nevezetesen szzipálnak a workshopján készült képet. Én azt tudtam, hogy mennyi a díj azért a külföldi versenyért, és visszaírtam, és kellett neki az én engedélyem, tehát kellett a modell aláírása ahhoz, hogy ő beküldhesse a képet. És én visszaírtam neki, hogy bocsánat, de ez nem a te képed. Itt van egy szipál, aki beállított engem, beállította a fényeket, és már az ő kapja is fotós volt ő sem ma kezdte, hanem nagyjából 60 éve, és neked ebben a képben semmit nincsen az expozíción kívül. Meg. kívül. Igen, és, és én bocsánat, de nem írom alá neked ezt a szerződést, mert ez nem a te képet, hanem ez a Szipál Péternek a képe. Mi volt a válasz? Hát nyilván az, hogy nekem ehhez semmi közöm, hogy ő azt csinál a workshopon készült képekkel, amit ő szeretne, viszont szerencsére megvolt ez az, az adóászom, hogy az aláírásomat nem tudta hamisítani, úgyhogy hiába írt vissza még két e-mailt, azokat én már semmisnek vettem, mert... Nem írom alá, kész, pont nem igen, adom ez, hozzá ez az nekem el, elvi ennyi. kérdés, én, én szinte már csak olyan fotósokkal dolgozom, akiket nagyon szeretek emberileg, és én pont a Szipálnál azt éreztem, hogy hogy, hogy ő egy olyan ember, aki, ha már csak ennyit hozzátehettem az ő életéhez, mm. akkor, akkor én már legalább valami is nyomot hagytam, és én azt ott nagyon igazságtalannak is éreztem. Nyilván egyébként tudom, hogy rengetegen indulnak fotós pályázatokon, workshopon készült képpel, már nem tudok vele mit csinálni, amikor volt nálunk fotopályázat a Jancsó Fotosnál, akkor ez konkrétan... Az is, igen. Ha meg, meg, volt határozó, hogy workshopon készült fotó egyáltalán nem de volt ami, amit be, De én láttam, hogy rólam küldtek be egy képet még az első vagy a második fotóértékelésbe, és az ilyen workshopon a készült. A képértékelésbe azt hiszem ja, lehetett, ja, jó, tehát hogy jó. fotopályázat, fotopályázott, amely képértékelés videó, a képet, az meg úgy belefér, ja. de a... Közben fordít, fordít I, itt a Igen, székele, igen, de, én, én de, is így. <laughs> hogy, hogy amikor pályázat, amikor díjazás volt, akkor az nem fér bele az, hogy hogy beküldesz egy olyan, olyan fotót egy versenyre, amit ne, ami nem a te, te készítetted, de nem a te szellemi terméked. És ez egy érdekes dolog, hogy amikor én is mondjuk, mondjuk egy, egy szálladát, és mondjuk segít nekem három ember, mondjuk a marketinges, azt mondja, hogy fú, tegyük ide a csillagot, inkább így fotózunk, közben a Bence még a székeket helyezgeti, meg a sótartót, akkor oké, okay, hogy én vagyok, hát nagyon hivatalosan a szerzőjog tulajdonos, de igazából nem csak az én szellemi termékem, tehát ez egy bíróságon, nem kell sose bíróságon nyilván ezt megvédeni, de egyébként én úgy gondolom, hogy ez nem csak az én szellemi termékem, és Petivel, Györfi Bátori Petivel voltam úgy egy ilyen, nem konfliktusom, de én azt hittem az elején, nekem van igazam, de igazából a végén beismertem, nem nekem volt igazam, hogy ők ketten dolgoznak a Balázsol az eskőn, és amikor jön egy harmadik fotós, akkor annak a harmadik fotósnak a képeit ő nem vieti haza, nem használhatja föl is. És nem éreztem korrektnek, hogy hát Peti legalább megadhatnád annak a harmadik fotósnak azt a lehetőséget, ha ingyen jön el és koptatja a zárát, hogy akkor azokat a fotókat felhasználhatjuk. Ez lenne valamilyen szinten díl, ha már nem fizesz neki. És akkor mondta azt, hogy hát azért nem engedi, mert az nem az ő szellemi terméke. Mert azon az mondjuk a Peti naplementébe kitalálja, hogy igen, ilyenkor kell mondjuk itt-kint lenni a, a parton, Balázs mondjuk oldalról tartja a vakut, megvakúzza, vagy nem, a vakut most vegyük ki ebből a játékból, de alulról fotózza, úgy, hogy éppen ugrik a pár valahova, most mondtam valamilyen példát, és mondjuk a háttérből ez a harmadik fotós ugyanezt a pillanatot lekapja. Tehát nagyon hasonló a szituáció, mint egy workshopon készült fotóval, hogy az a Petinek a szellemi terméke, ő találta ki, ő ment oda, ő állította a párt, a másik fotós meg csak lekattintott. Hát meg azt, a tehát... szervezésről még nem is beszéltünk, tehát azért ebben a petéknek van előtte egy fél éves munkájuk, hogy az a fotózás, vagy az de a meg az, az meg is valósuljon, úgy valósuljon meg. Tehát ebbe a szituációban igazán a Petinek, hogy a harmadik fotós ne használja fel ezeket a fotókat, mert nem az ő szellemi terméke, mondjuk egy ilyen kép. Persze most egyeső is lehetne vitatkozni az, hogy buliba készült fotó, ahol a harmadik fotós, nem tudom, a sarokba készített, oké, az mondjuk az övédet egyesével nem nagyon tudjuk ezt most megvitatni. Úgyhogy meggyőzött egyébként a végére, hogy, hogy oké, ez így jogos. És a workshopokon is ugye hasonló így a, a helyzet. De mi a helyzet még egy modellnek a kiöregedésével? Tehát oké, hogy 40, 50, 60, 80 és lehet jól kinézni, és lehet akkor is egyébként modellkedni, de mondjuk aki full time csinálja, mert neked azért van más is mellette. Most már azért én 6 évet vagy 5 évet csak full time-ba toltam ezt. Közben leesik a mikrofon. <laughs> de aki teljesen full time tol a modellügynökségnél, akár 20 vagy, vagy 10, nem tudom, 6 éves kora óta akkor kerülnek be, nem 16? nem, Hamra? 13, 16. 12, 13. Tehát, hogy bekerülnek akkor, és még egész életük, életüket még 30 évig végig tolják, akkor utána mi lesz velük? Tehát a focista kérögedik 30, 35 évesen, a modell utána is ugyanannyi megrendelése van, is kell középkorú nő is egyébként, vagy inkább fiatalokkal adnak el mindent? Azt szokták mondani, hogy minden szakmában kiégsz 7 év után. Ha most, évben. hogyha most 13 évesen elkezded, és mondjuk 14-15 vagy mire úgy rendesen elkezdesz benne dolgozni, azért 20-22 éves korodra kiégsz ebben. És szerintem a modellkedésben is, de akár ez a fotózásra is igaz, nagyon könnyen ki tudsz égni. Fotósoknál mondjuk talán azért szerencsés, mert mert tudsz pályát módosítani fotózáson belül is. Tehát, hogyha mondjuk az esküvő fotózást hagyod abba, akkor elkezdesz divatot fotózni, vagy elkezdesz interiört uh, fotózni. Uh, viszont modellként nagyon nehéz ez a megújulás. Uh, igazából szerintem ez inkább arról szól, hogy az alatt a a 6-7 év alatt élsz egy olyan sűrített életet, annyi emberrel találkozol, mint más, akár egész élete alatt, ha már csak arra gondolunk, hogy én elmegyek egy forgatásra, ha 200-300 ember dolgozik, ha abból csak 20-30 emberrel létesítek kapcsolatot, beszélgetek, vagy kerülök bármilyen viszonyba, az is egy nap alatt 20-30 ember másnak, ez egy hónap, vagy még annyi egy év, amíg ennyi új embert megismer, és, ezt ez nagyon nehéz magadban szerintem jó helyen kezelni, és, és rendbe rakni. Én nagyon ajánlom a pszichológust az ebben a szakmában dolgozó embereknek lényegtelen, hogy fotós vagy, vagy modell, de nagyon sok minden impulzust, kritikát vagy, vagy megszólalást kell tudnia helyén kezelni. Szóval ezért azt gondolom, hogy alapvetően ez a kérdés ez maximum 25 éves koráig érinti a modelleket, mert a nagy részük abba hagyja egy Egyrészt azért is, amiért én is kerestem egy főállást, mert nem tudsz albérletet kivenni egyszerűen arra, hogy egyik hónapban keresel egy reklámmal fél milliót, egy milliót, és utána két hónapig nincsen munkád. Nem tudsz tervezni, nem tudod jókedvűen azt mondani, hogy jó, akkor most elutazom, mert lehet, hogy pont az alatt jönne be az a kampányfotózás, amire vártál, vagy nem tudod, hogy annyi pénzt most elkölthetsz-e. Uh, arra, arra az utazásra, mert nem tudod, hogy jövő hónapban mennyit keresel. És világos, hogy mondjuk egy világszínvonalú focistának mondjuk lehet az perspektíva, hogy edző lesz, ott marad a klubnál, de egy modellnek mondjuk 25-30 éves kora után, mi az, amit tud csinálni? Hát ez nagyon attól függ, hogy benne akar-e maradni a szakmában. Uh, egyébként szerintem a többségünk igen, mert attól függetlenül, hogy ez egy nagyon viharos életút tud lenni, meg egy nagyon viharos karrier, attól függetlenül ez egy szerelem szakma, amit mindannyian szenvedélyből csinálunk jó esetben. Úgyhogy miután valaki úgymond kiöregedett, ha mondhatjuk így 22-25 éves korak körül modellként, ami egyébként már kitolódott nagyon, Utána még mindig választhatja az, hogy szakmán belül marad, hasznosítja a kapcsolatait, akár elmegy sminkesnek, de akár, hogyha ha vonza a forgatás világa, akkor előtte el, hogy elvégez egy egyetemet és gyártásvezető lesz. De egyébként én azt látom tendenciának, hogy miután egy modell úgymond a fashion világából kicsit kiöregedett, utána szokták egyébként a commercialt még komolyabban venni, mert a reklámokban mindig fognak kelleni csinos anyukák, mindig fognak kelleni öregedő bőrű nők, mert hát abból élünk, hogy az öregedés elleni küzdelemért előállítjuk a minél több terméket, úgyhogy ilyen reklámok mindig lesznek, és a kommersial modellkedés ez kortalan. Mindig mindenféle karakter fog kelleni, nagymama is fog kelleni, úgyhogy ezt lehet tovább folytatni, csak az nem biztosít egy olyan megélhetést, vagy egy olyan fizetést, mert lehet, hogy egy évben egyszer kell lesz majd anyukának, meg itt följön az a kérdés, hogy amikor valaki elkezd reklámokban szerepelni, hogyha te elmentél a vodafone reklámnak, akkor a Telenor nem fog téged megkeresni modellként. Így nyilván benne van az a rizikó, hogy egy idő után nem feltétlen lesz belőle munkád, de én nagyon sok volt nagy modellel találkoztam már úgy reklámban, hogy az anyukámat játszotta. Úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen pozitív folytatás ennek a, az életútnak. De hát nyilván, hogyha valaki kiég ebben a szakmában, akkor nem fogja ilyen téren folytatni. Lili, hát nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad ilyen részletesen a szakmát legalábbis én sok mindent hallottam, amit eddig nem tudtam, hogy a főleg enteriőrben mozgok én, bár hát azért az elén volt a divatban is valamilyen tapasztaltam, közben azért fogom a mikrofont, mert hát hogy egy picit így Igen, én csinálja minek kiköszönést. Nem, szerintem mennyi akkor... menni fog egyébként nekem is. Örülök, hogy is az ilyen podcast szóltam, nem én, hanem Lili beszél többet, mert ne én pofázok bele olyan témába, amihez a Lili sokkal jobban ért, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy időt áldoztál a podcastre. Én is köszönöm, hogy kíváncsi voltál rám. És ti pedig a következő részt majd hamarosan láthatjátok itt a YouTube-on, a Spotify, vagy éppen a többi platform. A, pl a platform és a podcast szót akartam ötvözni, tehát a többi ö, podcast platformon tudjátok hallgatni, itt YouTube-on pedig ezentúl már nézni és tudjátok a podcasteket. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!